Szentendrácske, Szent András puszta, Szent András kastély. Mi úgy hívjuk, hogy a hely Európa közepén, mégis a világ végén. Ez a hely a változás tere. Kifejezetten azzal a szándékkal hoztam létre, hogy ilyen programok és hasonlóak megvalósulhassanak itt, és itt legyen szabad, szabadon szabadnak lenni. Egyébként ez a tér 4000 éve lakott. Wosinski Mór végzett itt először ásatásokat, aki 4000 éves kelta házakat talált, mi pedig 2000 éves leleteket. Ezek a leletek ma már a róla elnevezett Szekszárdi Múzeumban vannak. Tehát az egész terület, ahol vagyunk, régészeti védelem alatt áll, maga a kastély és a kápolna pedig műemlékvédelem alatt. A tér nagyon magas energiájú. A kápolna Szent György kereszten és Mária kereszten fekszik, és egyébként a kápolna Mária útnak is része. Én azt gondolom, hogy ezek a terek azért is fontosak, mert ezek egy hálózatot alkotnak a világban, és mi összekapcsolódhatunk, nem csak itt mi ahányan vagyunk, hanem akár a világban másokkal is, más ugyanilyen, vagy hasonló programokkal, hasonló társainkkal. És azt gondolom, hogy a mai programunk ehhez egy kiváló alkalom lesz. Köszönöm szépen. Úgy legyen. Én is köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást is, hogy együtt vagyunk. Szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit, akik jelen vannak, illetve akik utólagosan a felvételről követnek bennünket, illetve Spotify-ról, hiszen erről az egész előadásról, ugyanúgy, mint a decemberi napfordulós alkalomról nyilvános felvétel készül, és a jelenlévők, gondolom, hogy készültök, illetve készültek erre, és rögtön szeretném bevezetni azt, hogy aki ismer engem, tudja, hogy az előadásaimban, a YouTube csatornán, a videókban én a közvetlen megszólítást használom, ami nem egy illetlenség, legalábbis remélem, hanem ezzel szeretném hangsúlyozni, hogy ezekben a videókban, előadásokban az ön sors világismeretről van szó, a belső és a felső dimenzióról, amiben valamiféleképpen mi kapcsolódunk, össze vagyunk kapcsolva. És ha már itt tartok, minden előadást egy gyakorlattal szoktam kezdeni, ami egy ráhangolódás is a témára, és én, akik a kamerák előtt ülnek, vagy éppen hallgatnak bennünket, javaslom, hogy kövessék ezt a néhány perces felvezetőt és gyakorlatot, hiszen ez a témánkhoz tartozik, csak egy más minőségben, más szinten. Ha valakinek van valamilyen módszere arra, hogy hogy szokott megérkezni, hogy szokta a testét, a jelenlétét, az elméjét, a tudatosságát összekapcsolni, akkor nosza használja, de ennek ellenére, hogy ezzel együtt segítségképpen én azért néhány szót fogok mondani közben. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy figyeljetek befelé. Ha valakinek túl sok a gondolata, akkor válasszon egy fókuszpontot, és először arra koncentráljon, azt javaslom, utána pedig, ha már úgy érzi, hogy megnyugodott, akkor egy fél perc, 40 másodperc után huny be a szemed. És közben egy belső figyelemmel kérlek, tudatosítsd a tested határait, érzékelési pontodat, érintkezési pontjaidat a talajjal, a levegővel, a felülettel, ahogy éppen elhelyezkedsz. És csukott szemmel tovább lépünk, kérlek, idézz fel a teret magad körül, vagy akár ahol most éppen vagy, ahogy bejöttél oda, vagy bejöttél ide ebbe a térbe, akár kívülről is látva önmagad. És még egyel tovább lépünk, a légzés létünk természetes folyamata, úgyhogy ebben a belső állapotban kérlek, kezd el a légzésedet megfigyelni. A légzés történik, a test itt és most lélegzik. Létünk örök ritmusa, belégzés, kilégzés.
A légzés vigye a figyelmet. És hogy elcsendesültek az elme hullámai, figyeld meg, hogy hogy vagy itt, vagy ahogy nézed, hallgatod ezt a felvételt, hogy van a test, hogy érzed magad te, és mi van az elmédben. Most kérlek, a figyelmedet irányítsd a két szemed közötti térbe, a szemöldök központba. Figyeld meg, hogy mi a motivációd, amiért ezt hallgatod, amiért itt vagy. És mit jelent neked ez az időminőség, amit rávetítesz, vagy vársz tőle, vagy megérzed, vagy megsejted, vagy tudod, és figyeld meg, hogy ez hogy hat rád. A közös tapasztalásunk és az egyéni tapasztalásunk. És ez milyen testérzet, érzelem, gondolat, szimbólum tartozik. Fogadd el, és ha valami olyan jön, amivel úgy érzed, hogy dolgod van a későbbiekben, vagy felhívta a figyelmedet valamire, akkor tedd el a kis polcra, előadás végén majd vedd elő, és a saját utadon lehet, hogy fogod használni. És újra tér vissza a légzés figyeléshez. És ha hívást érzel, ilyenkor szoktam egy rövid imád fohászt, aki ismeri a felajánlás aktus lehet tenni, az együttlétünkre, nem csak az előadásra, hanem az egész estére, a jelenlévőknek, különösen, hiszen hosszú este előtt állunk. Lassan találd meg ennek a végét, de a saját ritmusodban. Akár fokozatosan kitekintve, fokozatosan megmozgatva magad, megőrizve ezt a belső figyelmet, akár itt vagy a teremben, vagy követed felvételről. Szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket felvételről és élőben. Ez egy körülbelül 1 óra 45 perces előadás lesz, tehát hosszú videó, aki nézi. És akik viszont eljöttek ide a Bölcskei Szent András kastélyban, egy körülbelül 10 perces, negyed órás szünet után, mi kimegyünk a kastélykertbe, a tóhoz, és egy vízszertartás lesz gyakorlatokkal, és aki pedig még a vacsorára is marad, akkor ott még lehet, hogy spontán beszélgetések is kialakulhatnak. Bevezetőképpen annyit, hogy ami alapján beszélek és megnyilvánulok, ahol tartok megértési, tudatfelébredtségi szinten, mindezt igyekezve fejleszteni. Ennek egyik része egy holisztikus gondolkodás, vagy analógiás gondolkodás, másik része egy jelfigyelő rendszer használata, az asztrológia, mert egy hősi önsors világismereti antropológiai szisztéma, és a saját önismereti utam, hozadékai, spirituális törekvéseim, és a segítő hivatásom valahogy kísérek embereket. Hát ezeket szoktam ötvözni,
És ilyen mundán, ugye mundus világ, tehát ilyen közösségi témákban én már nagyon régen adok elő, nagyon régen, 2000-es évek eleje óta, amikor még kevés asztrológia tudásom volt ehhez fiatalon, viszont az analógiás gondolkodás már akkor is rendelkezésemre állt, később az asztrológiát hozzáillesztettem, és hát gyakorlatilag követem ezeket a folyamatokat. Azt érdemes tudni, hogy aki ezt először találkozik, hogy itt tapasztalási mintázatok közvetítéséről van szó, ott, ahol tartok, és ott fogadod, ahol te is tartasz, és akár még tágíthatod a tudatosságodat. És ez azt jelenti, hogy mikor milyen tapasztalásnak van időszerűsége, és milyen lehetőségekkel, ezt tartalommal nekünk kell szükséges föltölteni. Ugye az ismeretes, hogy itt volt egy előadás napfordulóval, a téli napfordulóval, egy téli napforduló szertartással egybekötve, ennek a videója megtalálható a YouTube csatornán, de az asztrológiai év az ugye március 20-án ma kezdődik, és tart 25 március 20-áig, most éppen így esik, és ezt az időszakot fogom most fölölelni, hát egy keresztmetszetet adni, viszont úgy, hogy az éves videóban, ami szintén olyan 1 óra 45 perc volt, meg a januári prognózisomban én bizonyos szakaszokról bőségesen beszéltem, amiről nem fogok még egyszer, tehát aki itt volt, hallotta, illetve meg lehet nézni a YouTube csatornán, lehet, hogy a végén még egy-két dologra hivatkozom, tehát bizonyos témaköröket, ami ezt az évet érinti, kihagyok, mert véges az idő, és háromszor nem mondom el ugyanazt, amit egyébként is meg tudtok nézni és hallgatni, hanem olyan dolgokról beszélek, ami igazán most indul, akkor nem esett szó, illetve valamennyire beszéltem róla, viszont most nagyobb hangsúlyt kap, és kicsit másképpen. No, hát akkor annyi továbblépésként viszont annyit meg kell, hogy állapítsunk, hogy ezt megint önreflektíven, hogy figyeld meg, hogy mondok egy-két hívószót, hogy ebből te mennyit érzékelsz, hogy gondolod, hogy vagy ezzel, mit tapasztalsz ebből. Hogyha egy nagyobb merítésben nézzük, akkor két fontos pont van most a közösségi létben. És ugye az a cím is, hogy sorsfordító esztendőről van szó. És ez egy ilyen keresztmetszet, ez ilyen csomópont. Két dolognak a csomópontja, és ebben az évben van egy ilyen csíra állapot, egy ilyen magállapot, és tudjátok, hogy nagyon fontosak ezek az állapotok, hogy ebben mennyire vagyunk tudatosak, mert bizonyos folyamatokat ugye akkor tudsz megfogni, amikor elindítod, legszerencsésebben, és hogy akkor tudatos vagy a szándékban, az indítékban és a motivációkban. Ez pszichológiai szinten is igaz, spirituálisan is, például a karma teremtő is, ugye az indíték és szándék. Ha már elindult valami, ott már nehezebb megfogni. És itt egy olyan meccéspont van, ami két folyamatnak a meccéspontja. Az egyik az, amit mindig el szoktam mondani, most rövid leszek, de muszáj, hogy nagyobb léptékkel nézve az emberi közösség itt a Földön, most egy olyan tapasztalási szakaszban van, amikor belép abba a korszakba, ami nyilván nem ilyen napok kérdése, meg nem az, hogy most konkrétan ebben az évben, de lépdelünk bele, hogy nagyobb a szabadság fokunk, szabad akarat, szabad választás fokunk abban, hogy amiért mi emberek vagyunk, vagy ami az emberlét misztériuma, belülről elvállalva beleálljunk. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik oldala a dolognak pedig az, hogy amit szoktam mondani, hogy az ateizmus vagy materializmus kora lejár, méghozzá abban a megfogalmazásban igyekszem ezt precízebben fogalmazni, hogy az öntudatlan egóra vagy éretlen személyiségre épülő ateizmus, illetve a materializmus, hiszen az anyagvilág tapasztalása az egy felső tartalom levetülése, az anyag tudati természetű vagy szellemi természetű, és majd erre még fogok hivatkozni. És itt ez ügyben vannak itt most nagyon fontos meccéspontok, és nagyon nem mindegy, hogy mit teremtünk. Tehát mindenki, majd nyilván ezt személyesre fogom vinni, hiszen mindenki számára ismeretes, hogy minden az egyéni tudatból, elméből és személyiségből indul ki, az egyén jövője, a közösség jelenlegi állapota, tudat és tudattalan állapota, és ezáltal a közösség jövője is, tehát nagy hangsúlyon erről beszélek. Nyilván, ami a világ színpadán megjelenő mintázatban mi történhet, azról is valamennyit szoktam beszélni, de ez attól függ, hogy az adott közösség, mint kritikus tömeg,
akár a tudattalan tartalma, a tudatos tartalma merefelé billenti, tehát egy folyamatos teremtésben vagyunk. És itt például hivatkozok arra, hogy aki ismer, tudja, hogy én úgy tartom, hogy ami igaz spirituálisan, az igaz egy átlag érett személyiséggel, sőt egy magasabb tudatosságú személyiséggel tapasztalati szinten, és erre rájön a tudomány is, ami korrekt, és különösen azok a tudósok, akiknek egy magasabb rendűbe a tudatossága képes beletágulni. És egyébként ugye eszembe jut az, hogy volt a 90-es években egy olyan konferencia, egy elég egyetemes konferencia, ahol nagyon sokféle szakember, pszichiáterek, pszichológusoktól kezdve, fizikusokon keresztül, antropológusok összeültek, mert hogy nagyon gyanúsá vált, és ez a materializmus kora lejár című dologhoz mondom, hogy ugye, amit elmének tekintenek, az nem anyagi természetű. Mert ugye a nyugatnak volt egy elképzelése, hogy az idegrendszer hozza létre az elmét, és akkor abból jön létre a tudat. A nyugati okkultizmus szellemi utak, vagy a kelet pedig már eleve ezt fordítva gondolt, hogy a tudat hozza létre az elmét és az alacsonyabb szerveződési szinteket. És itt a hivatalos tudomány megalapított valamiben, azt hiszem egy Ziger nevű pszichiáter kezdeményezte ezt, ki orosz származású, és a tudósok, világtudósok, akik megalapodtak abban, hogy az elme egy nem egészen testbe zárt, de minden esetre a testbe ágyazott, azt hiszem ez volt a hivatalos angol kifejezés, az emberi kapcsolatokban, interakcióban és a testben megjelenő energia és információ vagy rezgés áramlás. Csak úgy mondanám, hogy valójában hol tart már a tudomány? És akkor itt most hozhatnám a fizika forradalmát és egyebeket. Ennek jelentősége lesz. És ez a, ez a tapasztalás, amiről itt fogunk beszélni, ezt úgy kell elképzelni, hogy egyre sűrűbb lesz, mélyebb lesz és erősebb lesz bizonyos szakaszokban. Hát nézzük akkor ezt az évet, ugye nem naptári évet, és itt már rögtön elmondom, hogy pont egy nagyon fontos ciklus indul majd 25 márciusában, ha precíz vagyok, március 15-én, de az majd a következő márciusban érdemes erről beszélni, mert ha belekezdenék, akkor még plusz egy órás lenne az előadás, és amúgy is akkor vár ez ránk, tehát mondom, de ebbe futunk bele. Hát nézzük, hogy mi van addig. Ha ilyen címszavakat akarnék hozni, akkor ez az év az identitás vagy individualitás éve az egyik oldalról. És ugye, ha három síkon nézzük, ha személyiség síkon nézzük, akkor ez az identitás, még erről beszélünk, hogy ott milyen identitásról van szó. Ha egyen magasabb szinten nézzük, ugye a személyiség, én úgy tartom, hogy hozunk mintázatokat, amik megnyilvánulnak és belekódolódnak a személyiségbe, és magasabb szinten az élet szerepeinkbe vagy életleckéinkbe, tehát az archetipusainkba. Ezt lehetne egyébként karmikus mintázatoknak is nevezni, maradjunk abban, hogy tapasztalati mintázatok. És archetipikus szinten, amiről itt szó van, az uralkodó nő archetipusa. Ezért itt nagyon-nagyon fontos lesz a ki hol uralkodik, nagyon-nagyon fontos lesz, hogy ebből mit teremt, és nagyon-nagyon fontos lesz, mert ennek az archetipusnak a próbája a hatalom próbája. És mindenki uralkodik valamin. Jó esetben a belső rendszerén. Ha meg nem uralkodik, akkor az a probléma. És ennek vannak ugye kivetülő részei, a hatalomnak a szociális szerepei, és az autoritás helyzetek, hogy viszonyulunk ehhez, és természetesen vannak külső hatalomban lévő emberek, de akkor is ebbe az archetipushoz tartozol, ha szülő vagy, és kisebb közösségnek a vezetője, vagy bármilyen vezető szerep. Itt hivatkozok valami aspen, amit sokszor elmondok, de ebben ígérem rövid leszek. Ha szociálpszichológiai szempontból nézzük, akkor ugye a 70-es években azt mondták a tudósok, hogy neurotikus, tehát ilyen szorongó, elfolytásos társadalmakban élünk. Eltelt múlt az idő, és ma már azt mondják a szociálpszichológusok, hogy ennél sokkal-sokkal rosszabb a helyzet, mert narcisztikus borderline társadalmakban élünk,
Egyébként ma már népszerű kifejezések vannak arról, hogy különböző személyiségzavarokat így megneveznek a világban, de ez mindig egy narcisztikus zavart talaján van, tehát önmagában nagyon azt lehet látni a terápiában, és ezt mondják a szakemberek is, hogy önmagában borderline nincs, ez egy narcisztikus talajon van. És most nem mennék ebbe bele, de a lényege az, hogy ez egy sokkal súlyosabb sérülés. És ez azért fontos, mert a mintáink azok belefogalmazódnak az egóba és a személyiségbe, és én úgy szoktam mondani, hogy a egyik szinten a legfontosabb feladatunk itt a földi világban, hogy az egóba legyünk tudatosak, a személyiségünkben fejlődjünk, és ezt transzcendáljuk, vagyis fölülemelkedjünk. Hiszen mindenki valamiféleképpen az emberi értékeket keresi, szeretni, szeretve lenni és tudatosulni, akár így, akár úgy, és nagyon úgy tűnik, hogy e felé vezet az út, ezt most vagy belátásból, vagy belső elhívásból, vagy külső, belső kinyomásból, amit konstruktívban tudunk fordítani szerencsés esetben, vagy éppenséggel, külső kényszerekkel tanuljuk meg, vagy éppen úgysem. Ugye a másik, megint idehozom a tudományt, hogy ahhoz, hogy az alapélményünk meglegyen, amikor embergyerekként megszületünk, ahhoz nagyon-nagyon fontos lenne a kiszámíthatóság, melegség, állandóság, tehát amiben az alapbiztonságunk belekódolódik, ami a korai mintákból, a korai anyakapcsolatból jön. Megint azt mondják a tudósok, hogy itt a nyugati szisztémában az emberek 50%-ánál ez hiányzik, és bizonyos szakemberekkel beszélve azt mondták, hogy ez magasabb szám Magyarországon. És itt visszatérnék ehhez, hogy a materializmus kora lejár, mert ha megnézzük a kapitalista rendszereket, amik később beletorkoltak a globál kapitalizmusba, illetve amit itt a vasfüggönyt mögött megéltünk, a kommunista rendszereket, mind a kettő ateista, hát ez egyik sem kedvezett a korai anyakapcsolatnak, ezért generációk nőttek föl ilyen jellegű problémával, vagy ilyen jellegű személyiség problémával. Tehát itt nagyon sok embernél ez az alapbiztonság hiányzik. És képzeljünk el egy fát, hogy van a lombkorona, meg van a törzse, és van a gyökér, és ez a gyökér, ez az alapidentitás. Ugye azt lehet mondani, hogy szerencsés esetben az anyától kapjuk az önelfogadást, apától pedig az önértékelést. És hát ugye ez eléggé el van kaszálva, hogy ilyen pestisztengeléjek, de ha spirituálisan nézzük, akkor akik itt most tapasztalnak szellemek, és beleszületnek ilyen családi rendszerekbe, ilyen szocializációkba, úgy tűnik, hogy ezzel dolog van. Mert egyébként nem tapasztalnánk. És ennek nagyon-nagyon komoly szerepe van abban, hogy ma már ezekben az ateista rendszerekben eléggé általános az önértékelés, önelfogadás, önrólom, különböző identitás problémák és identitás zavarok. A másik, hogy igazándiból, ha megnézzük, akkor én nem mondom azt, hogy régen jobb volt vagy rosszabb volt, hiszen egy szükségszerű tapasztalás van, de azért vannak fogalmaink, hogy voltak olyan archaikus, szakrális rendszerek, mármint társadalmi formációk, amik jobban kapcsolódtak a kozmikus rendhez, a darmához, a természetrendjéhez, a valósághoz. Most a szellemileg egy-egy sötét korban van az emberiség, azt gondolom, ez is egy szükségszerű folyamat. Én ezt nem azonosítom az aranykorral feltétlenül, hogy ezek aranykori időszakok voltak, minden esetre jobb volt a helyzet, mint most. És ebben az értelemben azok a társadalmi struktúrák, tradicionális minták, ahol kulturálisan, szociokulturálisan generációk együtt élve, generációk mit adnak át, hát lerombolódtak, átalakultak a deszakralizálódás következtében azok a struktúrák, ahol ezeket a hiányokat lehetne föltölteni, pótolni, még akkor is, hogyha valaki ilyen mintázattal, aki ezt a kifejezést érti és használja, karmával érkezik meg egy struktúrába. És hát az a helyzet, hogy ez hangsúlyossá válik, és ugye azért mondom ezt, mert ugye az, hogy közelebb kerüljünk a teljességhez, vagy a szeretethez, az emberi értékhez, amit hozunk, mint beazonosulások, két ponton tudjuk a téves beazonosulást, vagy a szenvedésteli beazonosulást oldani. Az egyik a személyiségben és az egóban, mint az egóval való hamis azonosulás, ugye a személyiség meghaladása. És ugye ezek olyan megközelítések, amit általában a spiritualitást használ, és ha ezt gyakorlati szinten nézzük, akkor két ponton tudjuk felszabadítani magunkat, hiszen az ego, illetve a személyiség az önreflexiónknak a terméke, ami a
amiben bele van kalkulálva a szabad akaratunk és szabad választásunk, tehát vagy önismerettel, mondtam, az egóban való tudatosulással és a személyiség éréssel, vagy és annak meghaladásával. Az egyikre maga az önismeret és önismereti módszerek, önismereti rendszerek, önismereti tér, önreflektív megközelítések, metodikák adhatnak segítséget, az ego meghaladására, pedig a transzcendálásra, pedig a szellemi rendszerek, szellemi őshagyományok, bölcseletek vagy a világvallások. És hát ugye ez most nagyon-nagyon terítékre kerül. Tehát gondoljunk arra, hogy mondjuk sétálsz az erdőben, és hát kéne tudni, hogy merre mész. És akkor vagy van térkép, vagy nincs térkép, vagy megérzed, vagy látod, vagy nem látod, vagy van GPS, vagy nem. De először azt kéne tisztázni, hogy te ki vagy. Mert oké, hogy sétálsz az erdőbe, és lehet, hogy van valami támpontod, hogy most hol vagy. Oké, de én ki vagyok. De ha nem tudom, hogy én ki vagyok, akkor nem tudom, hogy honnan jövök, és hová tartok, és mi a célom. Ugye ezek folyamatok, tehát akik figyelik az idő minőségét, érzik, rákapcsolódnak, követnek jelfigyelőket, nem csak engem, másokat, vagy a korábbi videóimat, előadásaimat a YouTube-on. Ugye itt ezek a ciklusok egymásnak adják a stafétabotot, és amikor kezdődött ez a mélyülő tapasztalat 2020 elejétől, ez nagy mértékben szólt arról, amit mondtam, a gyorsított felnőtté válás, akár kényszerek árán, mert hogy ugye, amit elmondtam, ez az identitás nehézség, vagy sok identitás zavar, ez azt is hozza, hogy nem felnőtt társadalmakban élünk. És itt korábban mondtam, hogy ebben van egy rafkó, hogy így mondjam, hogy nem változik meg a mostani időminőségben az individuum, csak a gyermeki, önző, én elveszek, de nem adok vissza semmit, felelősséget nem vállalok individuumból kell belépnünk abba, ami egy felnőttebb individuum, hogy elkezdek felelősséget vállalni, realizálni magam és felelősséget vállalni magamért. És az, ami elkezdődött 2020-ban, ez most sokkal inkább élesedik. És ugye visszatérve az erdő hasonlathoz, akkor már beszéltem erről, hogy nagyon-nagyon sok ember, ha megnézzük az egész Covid és járulékai időszakot, nagyon sok olyan külső és belső hatás volt, ahol az emberek kénytelenek voltak szembenézni magukkal, felelősséget vállalni, felnőtté válni, gyerekszerepből kijönni, rájönni arra az evidenciára, hogy egyébként is te felelsz az életedért. Most a szónak a fizikai és a spirituális értelmében, ami nem azt jelenti, hogy nem teremthetünk olyan életrendszereket, ahol van egy közös felelősség. Sőt, ez adott esetben indokolt. Na most az, hogy ez erőteljesebbé válik, és most be kellene állnunk egy felnőttebb identitásba, itt most mindenki képzelje el ezt az előbbi hasonlatot, hogy a fa gyökere, törzse és gyökere, és próbál megnézni, ami számára az én élményt jelenti, hogy ki vagyok és hova tartok, mert ebből fakad az, hogy megtaláljam a helyemet, ha nem tudom, hogy ki vagyok, akkor nem tudom, hogy merre megyek. Sőt, ha nagyon tudom, hogy ki vagyok, akkor nem is annyira térkép és GPS, tehát erre rá fogok érezni. És hogy ennek milyen eszközeid vannak, milyen tapasztalataid vannak, és hol tartasz ebben. Itt behoznék egy olyan dolgot, amit én az asztrológia órákon is szoktam használni. Itt van több tanítványom, több osztályban tanítok asztrológiát, antropológiát, tehát asztrológiával ön sors világismeretet saját iskolámban. És ott el szoktam mondani, hogy ugye modern szóhasználattal élve hardware-szoftver, tehát hogy ez a mintázat, vagy karmikus mintázat beíródik. Legkésőbb egyébként 29 éves korunkra. Tudjuk, hogy minden beíródik. És van egy egyéni beíródás, és közben egy közösségi beíródás, tehát tudjuk, hogy mint egyén is megnyilvánulunk, ahogy megszületünk, leszületünk, de közben beágyazódunk egy közösségbe, hiszen a személyiség az első pillanattól kezdve csak is reflektív kapcsolatokba tud fejlődni. Mindig van reflexió. Egyébként még egészen magas szinten is, ahogyha valaki mondjuk meditál egy spirituális gyakorló, mert ő is kapcsolatban van, magán keresztül egy transzcendenssel. Vagy ha nincs kapcsolatban, akkor mondjuk esetleg szizofrén. De egyébként meg ha kapcsolatban van, akkor meg guru, és ténylegesen meditál. Na most az a helyzet, hogy ez a beíródás nagyjából úgy néz ki, hogy ahol én értem most a világot, és ez követhető az asztrológiával, követem a
személyiségfejlesztő terápiás módszerekkel is, amit használok, tehát amiben képződtem. És a lényeg az, hogy ennek az első tere a megnyilvánulás vagy leszületés, ahogy tetszik, a fogantatási tér, utána a magzati lét, a születési mátrix és a személyiségfejlődés ismert fázisai, amit gyakorlatilag fejlődés lélektelen a különböző irányzatok leírnak, a mai integrál pszichológia pedig ezt össze is foglalja. És ennek megvan a korai ugye kritikus szakasz, ahol ez az alapidentitás megalapozódik. Közben viszont beágyazódunk egy közösségbe, egy szociokulturális térbe, tehát a családi térbe, a családi tudatba, tudattalamba, a transgrációs mintába és különböző terekbe, amiben mi beleszületünk, egészen odáig, abba a közösségi térbe, ami egészen elmegy a nemzetig. És itt most nézd meg, hogy először is hogy vagy azzal, hogy ki vagyok én és hol vagyok én a világban. Mert lehetséges, hogy vannak emberek, akik így ledobták, mint az ejtőernyőst, és akkor úgy nem tudja, hogy hol van. Jó, ledobják a amerikai kémet Szibériába, és akkor erről van egy vicc, na mindegy, ahol a szibériai néni rájön arra, hogy majd nézzetek utána, hogy valójában amerikai kém, mert hogy kevés fekete bőrszínű találkozni a sztyeppéken. Na, tehát, hogy vagy nem lehet tudni, hogy ki vagyok, és így kovágok. És egyrészt vajon erre rájöttél-e? És elkezdtél ezzel valamit csinálni az életedben? Mert ez most fokozódni fog. Még milyen jelekből láttad, hogy te most hol vagy, ki vagy, és merre tartasz? És itt most, ahol ebbe tartasz, azt nézd meg, hogy mennyire tudtál mélyre ásni. Tehát itt most van egy olyan időszak, amikor azt mondjuk, hogy az időminőség segít, meg feszít is ebben a kérdésben. Hogy van a fának a lombkoronája, a törzse, és hogy a gyökereid hol vannak. De ez nem egy randomszerű dolog, hogy most én ezt kitalálom, hanem a belső kinyomás és külső kényszer ezt hozza, és hogyha van erre tudatosságod, van erre felismerésed, akkor rájössz arra, hogy mennyire fontos lesz most, hogy én ki vagyok, és merre tartok. Nézd meg azt, hogy ez milyen problémákat okoz a te életedbe. Be tudod-e azonosítani a személyes életedbe, hogy ez milyen problémákat hoz? Először a saját teredben, a saját önreflexiódban. Mert közben itt van az energia, vagy az a kozmikus energia és lehetőség, hogy azért is aktam azt a címet, hogy sorsfordító év, mert ugye ehhez a folyamathoz, ami személyiség szinten az identitás, tehát az identitással mi tulajdonképpen teremtünk. Isten saját képmására és hasonlatosságára teremtette az embert, és tudjuk reprodukálni önmagunkat fizikailag is, de mint entitás is, tehát hogy van egónk, és ennek van egy fizikai kivetülése, és fizikailag is tudunk teremteni, például az életet továbbadni és bármit teremteni. Hát a karma így működik, hogy gondolat, szó, érzelem tett. Tehát már, hogyha te létezel, az már létrehoz egy következményt, egy úgynevezett mintázatot, olyan, mint amikor interferál egy hullám. És itt most ebben kell nagyon észlelnünk és tudatosnak lennünk, mert nagyon meghatározza azt, hogy az egyéni szinten mifelé mész, mit döntesz, mit teremtesz a következő időszakban, miközben egy nagyon komoly, dinamikus változásban van a nagy világ, és a szűkebb világunk is, hiszen minden a kozmikus időnek van a rendelendelve, tehát ami a mintázatban benne van, az igaz az egyéni tudattalamban, az egyén személyiségében, tudatos részében, és a kollektív tudattalamban is, és a csoporttudatban is, és természetesen a természetben is. Tehát, hogy közben zajlik ez a folyamat, hogy ugye a materializmus kora lejár átalakul, és most az ember átszellemiesítheti az anyagot, vagyis beállhat abba a funkciójába, amitől ember az ember. Gondoljunk Vörös Sándornál a létra, amikor a létráról ír, hogy te vagy a létre, az ég és a föld összekapcsolása. Hát ez az ember. Ebbe lehet most tudatosan beállni, és nem mindig volt így. És ezért van az, hogy te, mint egyén, te ebbe a faállapotba be tudsz állni. Hiszen ez az identitás, ez az én élmény, az önreflexiónak a terméke, de egyben a kulcsa is, hogy ebből fölébredj, amiből föl kell ébredni, az illúziókból fölébredj,
És közben megjelenik a teremtő energia. Hogyha ezt elkezdett kivetíteni, akkor nagyon nézd meg, hogy olyat teremtesz-e, amit látni akarsz a jövődben, a következő években. Mennyire vagy erre tudatos? Tehát van, akinek inkább ezzel van dolga, van, akinek azzal dolga, hogy ho-ho, teremteni, nem tudom, most én teremtek, hogy hogy van? Akkor először meg kell találni önmagad, és meg kell találni, hogy hol vagy. Csak azért mondok példákat, mert mindenkinek meg kell találni a saját fázisát, hogy milyen fázisban van. Mert lehet, hogy most kerül tisztázásra az, hogy ki vagyok és merre tartok, már tudom, következő lépés, akkor viszont hogy tudok teremteni. Ha ezt tovább viszem, mindig személyiség szinten, akkor itt azok lesznek a hangsúlyosak, minden, ami önnel kezdődik. Önismeret, reális önértékelés, reális önszeretet, ami nem egyoldalú, mert mindig csak megint tükröző kapcsolatokban tudunk szeretetet megélni, ugyanúgy, hogy reflektív kapcsolatban tapasztalunk, fejlődünk, de ennek van egy ilyen minimuma, hogy legalább előlegezd meg a bizalmat, hogy el tudod fogadni magad. És lehetséges, hogy valaki ankarmát hoz, olyan mintázatot, olyan a szocializációja, hogy ez sérül már gyerekkorban. Ha egy picit fölébred a tudatosságod, akár belső kinyomásra, akár külső kényszerre, vagy belátásról, már meg tudod találni, hogy az életben hogy lehet töltési lehetőségeket éretten elvenni, hogy ezeket az identitássérüléseket gyógyítsd, vagy részt venni valamivel, vagy adni és elfogadni. Ha a dolog, mondjuk így, hogy nehezebb, akkor nagyon sok önvizsgálati, önreflektív segítség és módszer van, illetve aztán jönnek az önismereti és pszichoterápiás módszerek, illetve a szellemi eszközök. Tehát ebben nézz szét. Én mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen ebben az évben fontos az önismereti kultúra növelése, az önismereti intelligenciának a növelése, ez mindig fontos, de most különösen. Aztán ebből fakad mi? A további ön. Az önuralom. Mert ugye egy más szinten itt a hatalom próbája van. Önuralom, önfegyelem, tehát ezek itt szépen épülnek föl. Mert ha ez nincs meg, akkor ugye itt jön a szociális kivetülés, akkor elindulnak a hatalmi játszmák. Tehát ez nagyon érzékeny év a hatalmi játszmákra. Kicsiben és nagyban. És itt jön a személyiségből az autoritás szerepekkel, hogy vagyok. A saját autoritásommal és mindenféle mi kivetülő, ez a hierarchikus, alsó és felsőbbrendű szerep, ami megint jön a szülői autoritásból, hiszen azt úgy éltük meg, ugye a szülők, mint előjárók. Tehát itt most abban az értelemben fontos ez az ön, amire visszacsatolok, ugye, amit mondtam az elejére, hogy nem a, hát valakinek éppen az kell, hogy töltődni. Szóval ez a fura az egész dologban, és az asztrológián keresztül személyiségfejlesztő terápiás módszerekben lehet látni, hogy van, akinek még azzal van dolga, hogy megkapja azokat a hiányokat, hogy ő érte van a világ. Hát csak megfelelő módon, és megfelelő keretezettséggel és önreflexióval. Mert akkor egyébként ez elszabadul. Ez persze normálisan egy kicsi gyerek éli meg egy darabig. Ha valaki beleragad, akkor beleragad ebbe az omnipotenciába, akár az élete jó részére. Vagy ugye már ott tartasz, hogy ezt meg tudod haladni. És felelősséget vállalsz magadért, tudsz adni. De ez most egy olyan dolog, hogy aki erre fogékony és itt van, vagy nézi, vagy egyáltalán, akkor ezeket keresse. Mások vagy ezt nem veszik észre, vagy áldozatai lesznek a külső játszmáknak, amiket mi kitükrözünk és létrehozunk és működtetünk. Tehát magyarán, ha te nem uralod magad, majd lesznek mások, akik uralkodnak rajtad, meg te is akarsz valakin uralkodni. És ez a kicsi körben is, kisebb körben is, meg a nagyobb szociális térben is működik. És akkor jön, itt jön az archetipikus szint. Ugye azt mondjuk, ugye a személyiség fölött van az archetipus, ugye az uralkodó, a vezető archetipusa, vagy uralkodó archetipusa. Annak a legnagyobb próbája a hatalom. A hatalom próbája. És erre fölkészülés az önismeret, realitás, felelősség, az alázat és a szolgálat.
Ezért van az, hogy például a beavatottabb társadalmakban a vezetőknek, mire vezetők lettek, keresztül kellett mennie ezen. De ezek a struktúrák ma hiányoznak a generációkban, tisztelet a kivételnek szülői mintákban, és ezáltal a társadalmi szerepekben, sőt, amikor hatalom kivetül közösségi szinten, mint autoritás helyzet, ott is jó részt hiányzik. És ennek ugye az a jelentősége, hogy hosszabb távon, hát ezért például az világban meg fog erősködni a hatalmaskodás, a hatalmi viszályok. Nagy hatalmi, tehát egészen vidd le a térre, nagy hatalmi viszályok. Nagy hatalmi vigyéckedés, erőpróbák, fenyegetés, mint nagy autoritás. Vezetőknek a különböző arcai, és harcai, és játszmái. Na most ugye ez hosszabb távon ennek az lesz a jelentősége, mint sorsfordító, ha a következő éveket nézzük, hogy milyen hatalmi struktúrákat szolgálunk ki, a kollektív térben teremtünk, projiciálunk a tudattalanunkban és a tudatos részünkben. És ez sok egyénből indul ki. Az egyének mennyire tudtak mélyreásni, és mennyire tudják uralni bizonyos értelemben a saját árnyékukat, és mennyire tudnak önmagukért felnőttként felelősséget vállalni, ki hol tart. Nyilvánvalóan ezek kiporciózott mintázatok, életfeladatok, sorsok. Ha tudatos vagy benne, akkor ezeket úttá tudod tenni, ha nem, akkor csak sorsod marad, vagy konkrétan a sorsod alatt vagy, és akkor bedarálnak ezek a minőségek. És ilyen szempontból ugye ez a hosszabb táv. Aztán van egy középtáv, hogy az általunk kitermelt vezetői autoritás rendszerben mi hogy tudunk ehhez éretten viszonyulni, ez most bárhol a világban. Például relatív eszközökkel, amit relatívan mondjuk a közösségekben úgymond a politika, meg a választójog, meg egyebek megadnak. Még akkor is, hogyha ez különböző, sokféle sebből vérzik. Tehát felismerni azt, hogy a vezető archetípus az micsoda, és a saját közegünkben a vezetőkről mennyire jelentkeznek ilyen értékekkel és erényekkel, és mennyire tudunk ebben a tükörbe belenézni, hogy ez hogy hat rám, és akár egyéni szinten hogy hoztam létre. A saját, hogy én hogy vagyok ezzel az identitással, meg az őseim hogy hozták létre, és aki spirituálisan gondolkodik mintázatokban, hogy te valakinek a tudati folytatásaként jelensz meg itt, akkor lehet, hogy te szellemi természeted hogy hozta ezt létre. És hát nyilvánvalóan rövid távon itt módszerek is lehetnek arra, hogyha ez a vezető szerep, bármilyen vezető szerepkör, mint hatalom próbálja valahol a világban jobban elszabadul, akkor ugye rövid távon nem nagyon van más megoldás, mint hogy az emberek összefognak, valamilyen módon tükröt tartanak, föllépnek, jeleznek, viszont itt kell, hogyha olyan emberek akarnak mondjuk valamilyen autoritással szemben föllázadni, hogy a saját autoritásuk nagyon nincs lerendezve, nem tudja, hogy ki, nem tudja, hogy merre tart, akkor az ugye inkább anarchia, káosz és erőszak felé vezet, és egyéb dinamikák indulnak el a csoporttérben. Tehát ez kell valamennyire sok olyan ember, akinek az önmeghatározása már stabilabb, és rövid távon is akkor úgy tud tükrözni, jelezni, stb. Lehetőleg érettebb, felnőttebb, vagy békésebb eszközökkel és módszerekkel. És hát ugye itt már itt tartunk ugye ez ügyben a kollektív térben, és hát tulajdonképpen le is kerekítem ezt a témát, mert ugye lesz egy másik nagy témánk, meglátjuk még lehet, hogy egy-két gondolatnyit visszatérünk, és ugye ennek van egy exponáltsága ebben az évben, amiről eddig beszéltem, viszont vegyétek észre, hogy ez a folyamat más szinten elkezdődött elsősorban 20 elején. Jó, tehát amire hivatkoztam. Mert ott mindenki szerintem most az archívumába keressen, hogy tanította a realitásra, önállóságra, a felelősségvállalásra, a felnőttségre a világban hozzá begyűrűző események, vagy tapasztalt események, illetve amit a belső rendszerében érzékelt. Mert még egyszer mondom, hogy a kozmikus időben van, az minden síkon működik. Ugye a másik nagy témakör, az egy olyan témakör, amiről már a éves decemberi előadásomban, ami fönt van a YouTube-on,
elég sokat beszéltem, meg részben a januári prognózisban nem, de abban az előadásban igen. Viszont most ezt tovább folytatjuk, egyrészt azért, mert ez most fog kulminálni, említettem decemberben, pont tavasszal, de nem csak kulminálni, tehát nem arról van szó, hogy tűzijátékszerrel ez ma följön, és akkor vége, és megúsztuk a tanítást, hanem ez egy ciklus kezdet lesz. Konkrétan egy elég erős 14 éves ciklus kezdet, és ennek is volt már előkészítése, úgyhogy, és ez pont most áprilisban, májusban sűrűsödik. Erre utaltam a aktuális prognózisomban, egyébként amit most meg lehet nézni, mert az is fönt van, belinkeltük, április 13-áig aktuális. Most az elejét, amit már elmondtam, csak zanzásítom, utána beszélek részletekről, ami itt új, illetve plusz. Ez nagyon kapcsolódik ahhoz, hogy tényleges lépéseket tegyünk abba, hogy a materializmus kora lejár, avagy az anyagot, a formát, az elmét, az ehhez kapcsolódó intellektust a maga helyén kezeljük, és az emberhez méltóan viszonyuljunk, mert az ember alapvetően egy szellemi lény, tehát ez az anyag átszellemiesítése, a fizikai testhez, anyaghoz, formához, külső biztonsághoz, a világ fizikai színpadához, a túléléshez. És ez tulajdonképpen egyik oldalon egy fejben eldőlő paradigmaváltást kíván meg, tehát egy gondolkodásmód és szemléletváltást, viszont ugye ez nem megy személyiségváltozás nélkül, hiszen ez a személyiség része. És erre is érvényes az, hogy minden szinten érvényesül. Tehát az emberek tudattalanjából jön föl, belül érzik, lehet, hogy nem tudják kódolni, hogy. Kinyomással, és azt konstruktívan tudják, az egy szerencsés dolog, hogy ebben egy konstruktív dolgot tudnak létrehozni, vagy nagyon kemény külső kényszerekkel. És ugye itt, amire fölhívom a figyelmet, és ugye régebben beszéltem már erről, hogy azt kell megszűnünk, és akkor majd erről beszélek, hogy szerintem hogyan, hogy minden, ami anyag, ami a túlélés, és itt van a fizikai színpadon, azt tekintsd úgy, mint tudat és szellemi természet elsősorban, közben egyidejileg úgy, hogy a személyiségednek a tükre, és használd úgy. Minden szellemi rendszer, és a modern haladó tudomány is erre már rájött, illetve minden szellemi rendszer ezt tanítja, és itt azzal van dolgod a személyesben, hogy nagyon őszinte legyél magaddal, hogy te csak a fizikai testeddel, a személyiségeddel, vagy a szellemi természettel azonosítod magad. Voltak erről élményeid? Voltak erről próbatételeid, mert a következő évtizedekben lehet, hogy lesznek. Mert lehet, hogy azt hiszed magadról, de tudjátok, hogy zuhanó repülőgépen kevés ateistát lehet találni. Tehát neked hol van az inger küszöböd? Kaptál-e már beavatást? Vagy megéltél el olyan mély élményt, akár transzcendens élményt, akár önismereti mély élményt, ahol ezzel, ha nem is fizikailag, de találkoztál, vagy valaki kapott erre fizikai beavatást? Mert vannak olyanok, akik kaptak. A sorsuknál, a karmájuknál fogva. Tehát itt egy létszemléletváltozásról van szó, egyik oldalon, a másik oldalon pedig ezt valahogy követnie kellene a személyiségnek. Én nagyon régen beszélek arról, hogy ilyen dolgok, mint cselekedj, lokálisan, gondolkodj globálisan, környezettudatosság, tudatos vásárlás, fogyasztás, ezek személyiség kérdések. Évek óta erről beszélek. Tehát nem külső kérdések, személyiség kérdések. És mennyire érzed azt, és fontos, hogy ezt érzed-e, látod-e, nem azért, mert mondják, vagy intuícióból ott van-e, megvan-e neked, hogy így mondjam, az egyetemes, vannak ilyen a létezésünket átszövő egyetemes törvényszerűségek, darmikus végső törvényszerűségek, amit a tudomány is kódol, a spiritualitás is kódol, és az elemi tapasztalat, hogyha elég tudatos, vagyis önreflektív, vagy a saját lenyomatodba rájössz. Hogy amit a tudatban nem tudsz megoldani konfliktust, ez olyan, mint egy ülepítő tége, az lejön egyen lejjebb a személyiségbe,
hogy sem tudod megoldani, akkor lehasad, kitükröződik a fizikai teredbe, illetve lehasad a fizikai testedbe, mint betegség. És akkor onnan kell ezeket a tartalmakat bealászni. Ez egy egyetemes működés. És a világ jelenségeiben, mindegy, hogy ez egy természeti elemmel való kapcsolatba kerülés, vagy bármi, mert ezek tartalmak, személyiségtartalmak, mögötte lévő karmikus tartalmak és mintázatok. Ugye ezek alapvető pszichológiai mechanizmusok, hogy mint elfojtás, lehasítás, diszociáció, durva projekciók, ott kezdődnek. De ezt le lehet ásni egészen komoly tartalmakig. Ezt mondtam már korábban előadásokban, videókban is, hogy mennyire menetelsz ebben? Hol tartasz te ebben? Hogy tudod-e úgy tekinteni a világ jelenségeit, az emberi kapcsolataidat, hogy fölismered-e ezt a tükröződést? Fölismered-e azt, hogy az az önmagaddal folytatott játszma, hogy valósul meg egy kapcsolat dinamikájában? Fölismered-e azt, hogy milyen személyiség részedet tükrözi az a másik ember, vagy egy jelenség, és aki még tovább tart ebben, és mélyebb kérdéseket is föltett, és képes fogni a tudata kitágult odáig, vagy dolgozik vele, hogy milyen, nem csak milyen személyiségtartalmak, hanem a személyiségtartalmak mögött mintázatok vagy karmikus tartalmak vannak, amik visszaköszönnek a te tapasztalati teredbe. Mert hogy kinek mivel van dolga, az nagyon egyszerű, amit tapasztal. Kinek mivel van nagyobb mértékben dolga, az nagy mértékben kibillenti. Különösen alacsony rezgésű érzelmek következtében, vagy bármi, ami szélsőség. Tehát például elborítja a vágy, amit nem tud uralni, vagy a félelem, vagy a dű, vagy az agresszió. Azzal meg nyilván még inkább dolgod van. Ezek biztos jelek. Tehát azért az önismeret az elég biztosan megmutatja, hogy miről van szó, hogy ha a tükörben nézünk, és igazándiból odáig is el lehet jutni, ez már egy nagyon-nagyon komoly szint, hogy valaki fölismeri, még magasabb szinten úgy él, hogy a világ jelenségeit és emberi kapcsolatokat is úgy tekinti, mint jelenség, két lábon járó karmikus tartalmad, és az a tiéd valahol, két lábon járó személyiség reflexió, de közben nem hasítod le, hogy az egy érző lény, az egy ember, és érzelmileg, és intellektuálisan, és különböző szinten kapcsolatban vagy vele. Hát ez egy teljesen fölébredt szint. Ugye ez már a transzcendálás szintje, de most itt arról beszélünk, hogy meneteljünk e felé. Arról beszélünk, hogy ami anyag, ami forma, ami fizikai test, mennyire tudjuk a személyes életünkben a testünket úgy tekinteni, hogy egy személyiség, egy fizikai rész, és mögötte lévő tudati természet, és abba speciálisan ilyen mintázatok be vannak íródva. Mindegy, hogy a világ nem így működik például, de tudod-e, hogy egy betegséged van így tekinteni, hogy annak lehet, hogy van egy karmikus tartalma, egy tudati elszennyezettsége, egy személyiség tartalma, ami megjelenik a fizikai testben. Mindegy, hogy a világ most tömegszinten nem így működik, csak itt majd visszatérek arra, hogy itt most egyénileg kell ezeket az átalakulásokat elsősorban megcsinálni. Mert hogy itt miről van szó? Mondom a következőt. És egy picit megint visszajövök a fejlődés lektani példákra. Itt a biztonságunkról van szó, meg a túlélésünkről van szó. És ugye spirituálisan igaz, hogy a létnek van egy függő természete, és ezt be kell látni. Egy átlag érett személyiség belátja, hogy egymástól is függünk egy egészséges mértékben, illetve a létfeltételektől. Az már megint egy személyiség zavar vagy öntudatlanság, aki ezt tagadja. Akár pszichózis szintje. Közben meg azt hiszi, hogy ő spirituális. Közben lehet, hogy csak belemászik némi pszichózikus epizódokba. A másik pedig felismerni azt, hogy mi az, ami plusz függés, amit én hozok létre. Tehát ugye az az út, hogy ezeket a tartalmakat, ha így nézed, akkor rájössz arra, hogy mit kompenzálsz. Ami nem szükséges a túlélésedhez, nem szükséges a külső biztonságot, az is a létfeltételekhez. Hiszen ahogy említettem ezt a konferenciát, ott már rájöttek a tudósok is arra, hogy amit a kelet így mond, vagy a joga, hogy pránikus energiatengerben vagyunk,
Végtelen életenergiatengerben vagyunk, és szeretetenergiatengerben vagyunk, és miért folyik a harc? A szeretetért, a túlélésért és az életenergiáért. Kicsiben és nagyban is. Háborúk, bármi. Bármilyen struktúra. De miért is? Mert két helyen tudsz kapcsolódni, pontosan egy helyen. Az egón keresztül, a felsőbbrendű éned által, ez az energia ott van közöttük, sőt, minden érző lény között. Ez az energia ott van benned, amin keresztül föl tudsz kapcsolódni, egészen a benne lévő isteni természetig. Kérdés az, hogy ehhez te tudsz-e kapcsolódni. Ha nem, akkor le vagyunk vágva erről az energiáról. És ez más néven azt jelenti, amikor megnézed az alapjaidat, visszatérek, hogy például alapbiztonság, önelfogadás, tehát a kettő úgy függ össze, amik megalapozták azt, tehát nagyon jól tudjuk, hogy a szoktabban a személyiségfejlődés korai szakasza olyan, mint egy szobanövény, olyan a gyerek személyisége, hogy ha olyan helyre teszed, ahol nem kap fényt például, nem kap úgy vizet, akkor hajlandó úgy görbülni, hogy fényt kapjon. Tehát mi hozzátorzulunk a környezetünkhöz, vagy a szüleinkhez. És létrejön egy személyiség probléma. És ugye létrejönnek azok a dolgok, hogy nincs meg az a kellő önszeretet energiaforrása. És az a szeretet energiaforrása, ami végtelen, tehát nem veszem el, mert az egy áramlás veled, 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 vagy fölfelé. Ugye amikor itt húsvéthoz közeledünk, hogy ha ketten összeértök az én nevembe, Krisztusi tanítás, akkor én ott vagyok. Tehát itt arról van szó, hogy a belső biztonság, a belső szeretet energia, a belső realizáción keresztül elért felelősség és szabadság, az mennyire van meg bent. Mert ez fogja hozni azt a viszonyulást a túlélési feltételeinkhez, az anyaghoz, a formához, a fizikai testhez, és megtalálni a realitását, hogy mi, ami ebből természetes függés, mi, amiből ebből ténylegesen szükségem van, és mi az, amit kompenzálok. És itt szeretnék rávilágítani, hogy amivel egyén, minden az egyén tudatából és személyiségéből indul ki, mert a kollektív csak úgy változik, hogy ezekre a függéseinkre kell rá, létfüggéseinkre kell rátekinteni. Ez egy ilyen időszak lesz. Vagyis, ha valaminek a forrását, aminek van egy külső analógiás és konkrét megfelelője a külvilágban, ezt nagyon el vagyok zárva belül, és nagyon ráteszem, akkor függök tőle. Ha függök tőle, akkor bejönnek ilyen jellegű dolgok, például, hogy düh, hogy agresszió, félelem, mert a túlélésem, és a túlélésnek két pontja van. Ugye a gyerek is piciként tulajdonképpen fizikailag akar megmaradni, és szeretetet akar. Jó? Tehát ez nincs meg, akkor tehát a szeretet hiányba is meghal egy csecsemő. Nem csak a táplálék hiányban. És igazándiból akkor függsz ezektől, ha függsz, ki fogod zsákmányolni. És egymást. Ez biztos. Ugye ez megint visszaköt arra, hogy mit jelent az, hogy a materializmus kora lejár. Mit jelent az, hogy hát egyrészt hogy azt lehet mondani, hogy olyan rendszereket építettünk ki, ahol kihelyeztük ezt az anyagra, a formára, a külsőre. Tulajdonképpen ez gerjesztette aztán tovább, ezeket a struktúrákat, ezeket a működésmódokat, ezeket a megnyilvánulásokat, születéseket, hogy aztán létrejöttek azok a mintázatok, amiről beszéltem az elején, hogy ezek ilyen komoly hiányokként jelennek meg, vagy jelentek meg gyermekkorban. És ugye itt megemlítek, ugye most nem akarok nagyon itt belemenni ilyen szakmai dolgokba, de ugye a négyféle kötődés van, hogyha az a kötődés nem volt biztonságos, akkor, hogy a világ nem biztonságos dolgot rá fogod vetíteni a külvilágra. Mert ez innen indul. És a te létszemléletedben is arra leszel fogékony. Vagy ha kicsit tovább megyünk a személyiségfejlődésben, és különösen a leválás, individuáció, illetve az újraközeledés fázisaiban, ott van két fontos pozíció, az egyik a depresszív, a másik a paranoid. Tehát, hogyha például van egy anya, aki nagyon szorongó, mert lehet, hogy transzgerációs a hozta, és nagyon kontrollálja a gyermekét, akkor mindent
kontrollálni akar helyette, és nem ő tanulja meg, hogy mi a világnak a valóságos veszélyérzete. Tehát, hogy mi a valóságos veszély pontosabban, hogy érthetően mondjam. Ugyanis van bennünk egy egészséges félelem. Az kell, hogy legyen. Tehát a gyerekben még nem alakul ki, azért kell vigyázni rá, mert lehet, hogy kilép a tizedikről, és ő azt hiszi, hogy csak amikor lelépne az ágyról. És hogyha valakiben nincs belátás arra, hogy ne menjen át piroson a, mit tudom én, az úton, úgyhogy nem néz szét, akkor legalább a félelme segít, hogy nem hal meg. Viszont mi van az a félelem, amikor már az destruktív? Tehát valakinek az a problémája, hogy nincs meg az a veszélyérzet, ami kell, például ami a biztonságát, a túlélését veszélyezteti. Ez evolúciós dolog. Tehát evolúciósan nem maradtunk volna föl, ez egy szint, hogyha nem lett volna egy ilyen egészséges félelemérzet. Azok tudták továbbadni az életet, mert fölismerték, hogy mi a reális veszélyérzet. Viszont mi az, ami irreális? Ugye, például, ha megnézzük ebből a korai struktúrával, amit rávetítünk arra, hogy veszély, és akkor mindenre azt vetítjük rá. Ugye filozófiailag azt mondja Wittgenstein, a világ az én világom. Meg ugye, itt tudom én, sok példát mondhatnék. Meg a spiritualitás. Igen, de először, amiben beleszületünk, az én világom az anyavilága lesz, mert először így egységében vagyunk az anyával, azonosulásban. De ebbe hol tartok? Mit integráltam ebből? Mert akkor olyan lesz a világ, ami az én belső világom. És ezeket fogom rávetíteni, például a biztonság, létfeltételek és egyéb kérdésekre. Én ezt megfigyeltem például, amikor 22. februárjában a videómban beszéltem arról, hogy itt, ha valahol háborús, puskaporos helyzet van, akkor ez berobbanhat. Akkor ugye be is robbant ez az orosz-ukrán fronton zajló konfliktus. Utána rengetegen írtak, mindenféle projekciót rátettek, asztrológus nézze meg minden. Jogos, hogy fölbojdult a világ, de lehetett látni, hogy mik az érettebb és az éretlenebb projekció. Ha nincs biztonságérzeted, vagy ezek a mintáid nincsenek átdolgozva, akkor legalább legyél reális. Akkor mondjuk tanulj történelmet, meg nézz utána a politikai tényeknek. Mert lehetséges, hogy van egy ilyen sérülésed, de mondjuk intellektuálisan jó helyen vagy, és akkor utána tudsz nézni, és akkor oldódik az irreális félelmed. Mert ott teljesen irreális dolgokat rávetítettek erre a helyzetre, hogy mi lesz holnap után. Mondjuk nyilván az, hogy ez nem egy megnyugtató dolog, az persze egy egészséges személyiségben jó, hogy megjelenik. Csak ezekben lehet látni, mert azt vetítjük rá a dolgokra, ahol tartunk. És ide hoznék még egyet, hogy ugye itt, tehát személyiségből ezt az alapvető, megint tovább folytatom, ezt a biztonságérzetet. Az egyik ugye az identitás, és az identitással összefüggő biztonságérzet. Ezzel itt nagyon sok dolog van. És ugye az egóhoz tartozik az elme működés, és ugye a mentális működés, és amiről többször beszéltem, hogy ahhoz, hogy az anyagot, a testet holisztikusabban lásd, ez a szemléletváltás, ami megint nagyon nehéz lesz, mert hogyha te ezt racionálisan nézed, akkor anyagi és formai szinten nézed. Ez ugye itt a spiritualitás és kultúra tere egy ilyen kastély. A kultúra, a művészet segít abban, hogy az irracionális világhoz közelebb kerülj. A női oldalhoz közelebb kerülj. Most egy oldalról beszélek, nem a nőkről, hanem a női felünkről. A jobb vagy felteke. Ez már ugye olyan szimbolikus. És utána jön az analógiás, ami nagyon-nagyon hiányzik, mert ugye a racionális szétszedi a dolgokat darabokra, a szimbolikus már látja, hogy egy, most, az analógiás pedig azt is meg képes fölkapcsolódni, hogy eredendően a ősrobbanás, a teremtése, megnyilvánuláskor hogy volt egy. Érdemes ősi jelfigyelő rendszereket tanulmányozni, vagy akár tanulni, ilyen az asztrológia. És ősi bölcseleteket, spirituális tanítókat hallgatni, és olyan tudósokat egyébként, akiknek a tudatossága beletágult a transzcendensbe. És tehát ez egy ilyen izommunka, idézőjelbe téve, hogy próbáld meg egybelátni a dolgokat. Amit mondtam, és az analógia, az azt jelenti, hogy ugye mindig szoktam mondani a videókban is, hogy mi segít ebben? Hát az segít ebben, hogy a világ annyira materialista, és annyira agyas,
hogy hiteltelenné vált az információ. És erre szoktam azt mondani, és különösen ebben a választás vagy döntés évében, vagy sorsfordító évben, hogy ne külső információk alapján dönts, hanem tágítsd a tudatosságodat, ami fejleszti az intuíciódat is. Tanulj meg egybelátni, tehát holisztikusan gondolkodni, érettebbé válni a személyiségedben, tudatosabbá válni az énedben. Mert ezek a biztos iránytűk. És ha dönteni kell, akkor úgy tudsz információknak utána nézni, hogy pontosan tudod, hogy ebből azért valószínűleg mi a közepe. És olyan információkat gyűjtesz be, ami lehetőleg saját tapasztalatból jön, vagy megbízható általad kiválasztott, hiteles, megbízható emberek közvetlen tapasztalatából jön. Tehát ne közvetetten dönts, ne közvetetten. És amit, valamit, amit lehet, azt próbálj ki és modellezd le. Most nyilván valami lesz meg lehet tenni, valami lesz nem lehet megtenni. Na most, tehát visszatérek még a függés mintáihoz. Itt ez fontos házi feladat lesz mindannyiunknak, hogy hol van a legnagyobb függésed. Amihez te a biztonságot, a stabilitást és a túlélést teszed, és ez, ebből mi az irreális? Mert hogy függsz az oxigéntől, az oké, mert az a létfüggő természete. Az rendben van. De mi az, ami a tiéd, ami a te legerősebb mintázatod, és hurcolod magaddal? Mivel a kozmikus időnek van alávetve minden, ezért, hogy mondjam, emberekben ez egyre inkább föl fog merülni magától is, a tudattalan földobja, és higgyétek el, hogy lesz lábunk a világban a következő években. Tehát annyira olyan erős dinamikák lesznek, ami a biztonságunkat, a túlélésünket, és most nem csak erről az évről beszélek, ez egy ciklus, hogy ez el fog intéződni. Hogy ez van, amikor ez kívülről intéződik el, hogy rájövök arra, hogy erre szükségem volt? Eddig úgy tudtam, hogy nem. Vagy hogy igen, de kiderült, hogy nem. Enélkül is lehet élni. Például. Jó, ez egy erősödő dolog, és pont az a sorsfordító évet így kapcsolnám össze, most már jövök le picit a fizikaiba, hogy ha az egyén életedben ezeket megnézed, én azt javaslom, ez a belső munka, hogy függetlenül attól, hogy mi történik a világban, ez egy belső önmeghaladás, ennek külső manifestumaként lépj túl bizonyos komfortzónáidon. Ne félelemből, ne azért, mert spekulálsz, hogy ezért ez lesz, vagy az lesz, és akkor arra gyúrok, vagy arra edzek. Nem. Hanem azért, mert rájöttél, hogy milyen függésed van. És ezt nagyon egyéni szinten kell csinálni. Először. És ide összekapcsolom, hogy sorsfordító év és teremtő év, tehát ennek tekintetében nem mindegy, hogy mit teremtesz. Tehát akár vegyél egy fehér lapot, hogy most valaki ezen dolgozik, legyen a függésem, újévi fogadalom, most kezdődik az új év, hogy dolgozom ezen, hogy izmosítom, hogy ebben elkezdek tovább lépni és meghaladom. Egy lépéssel, mint belső attitűd. A következő lépés, mert ez megint olyan, hogy ki hol tart ebben, az, hogy egyénileg, meg családilag, meg kisebb közösségben kezd el úgy átalakítani az életedet, hogy kevésbé függsz feleslegesen fizikai és anyagi létfeltételektől. Miért is? Hát egyrészt azért, mert az emberiség, hogy a materializmus kora lejár, e felé megy, illetve ez lenne az emberhez méltó lét, vagyis az anyag átszellemiesítése. Másfelől, mivel ez a tanítás van most, ezért olyan strukturális átalakulás lesz, hogy bizonyos biztonsági eresztékek azok bizonytalanává fognak válni. Tehát ez meg egy konkrétan reális dolog. És ennek, és most nem azt mondom, hogy ebbe az évbe, tehát a következő évekbe, de ebben fontos választások, döntések, felismerések lehetnek. És ez legyen konstruktív. Tehát ugye óriási szerepe lesz, ugye azt mondtam, hogy ez egy teremtő év, cselekvő év, a tetteknek. Ugye Moreno szerepelméletet nem tudom, hogy ki ismeri. Ugye, hogy van, aki érző, van, aki cselekvő, valaki gondolkodó.
És most itt nagyon a konkrét tettek, cselekvések lesznek fontosak, és amúgy is olyan a világ, hogy mivel elszakadt a valóságtól, a természetrendtől, a kozmikus rendtől, és nem magas az önismereti szint, ezért manipulált agyalmányokkal van tele. Tehát nézzetek szét. És igazándiból ez most arra szorít rá bennünket, hogy igazán, amúgy is igazán ereje a példaadásnak van. Tehát, hogy a belső függéseiddel elkezdesz dolgozni, és meghaladni, mint önmeghaladás, és megnézni, hogy mi az, amit kompenzálsz, és más síkon, önismerettel, önreflexióval, tudatossággal azt töltöd, és közben azokat elkezded elengedni magadtól, ami felesleges. És ez, egyrészt minél több ember ezt megcsinálja, az ugye el fog érni egy inger küszöböt, egy kritikus tömeget, másrészt nem tetszett, kiszolgáltattál magad, és példát adsz. Példát adsz, mert akkor megkérdezik, hú, te hogy csinálod, vagy mit csinálsz, vagy mi ez, vagy te így is boldog vagy, vagy így is működik? Különösen ez fontos lesz a fiatal generációk számára. Olyan fiatal generációk számára, akik már beleszülettek ebbe a nagyon ateista, technokrata őrületbe. Jó, mikor jön a kamaszkor, akkor úgyse foglalkozik veled, de azért előtte ott van az azonosulás, meg aztán a kamaszkor után, hogy olyan a karmád, meg jó kapcsolatod, akkor igenis el tud lesni dolgokat. Tehát bármilyen szinten ez a példaadás, és tulajdonképpen ez arról szól, hogy ha most kimegyek a kollektívbe, a kollektív térbe, hogy mi ennek az időszaknak a feladata, aminek az előjelzése itt lesznek már nagyon tavasszal, majd erről beszélek, és komolyabb előjelei, hogy alakítsuk át a biztonsági, a fizikai, a formai dolgokat úgy, hogy ez a fizikai, személyiség és szellemi tudat természet hármas egységében kezdjük el érzékelni, és így viszonyulni hozzá. És ez konkrétan azt jelenti a fizikai világban, hogy minden talaj, mezőgazdaság, élelmiszer, energiahordozók, természet, pénz, gazdaság, tehát amikben leginkább belefogalmazódik ez a túlélés és biztonság, ezeket kell, ha az üdvös részét nézzük a folyamatoknak, holisztikusan tekinteni és radikálisan megreformálni. És ebben te legyél élenjáró, így, egyéni szinten, aztán kisebb struktúrákban, családokban, közösségekben. Mert ez növeli annak az esélyét egyrészt, hogy a kritikus tömeg átbillen következő években, másrészt annak az esélyét, hogy van már arról minta, mondjuk így, hogy alulról jövő kezdeményezésből is, hogy ezt hogy lehet másképp csinálni, és hogy az emberek hajlandóak a komfortzónájukon túllépni. Mert egyébként eddig nem. Tehát, hogy megnéztem itt Magyarországon, hogy most volt egy nagy tüntetés, vagy demonstráció, valami közös ügyért a Hősök terén, és ugye azt gondolom, hogy a többség azért nem ideológiai, politikai megnyilatkozás miatt ment oda valami ellen, bár nyilván sokan azért is, de a többség általánosan. De legutóbb a Netadónál ment ki ennyi ember, ha megnézitek, mondjuk Magyarországon. Tehát nagy tömegek eddig még csak anyagi okokból mentek ki főleg, most ha nézzük, hát más okokból is. Az lenne egy szintemelkedés, hogyha valakik már azért mennek ki egy országba a parlament elé, hogy kedves kormány, hajlandók vagyunk kevesebbet fogyasztani, kevesebbet keresni, csak azért, hogy a kizsákmányoló rendszereket tessékeljétek ki az országból. Vagy kapcsolódjunk le az ország a különböző pénzhatalmi kizsákmányoló rendszerekből, és mi hajlandók vagyunk ezért belülről fejlődni. Hát ilyen tüntetést én még nem láttam. Ami fordítva volt, adjatok többet, többet, keressük jobban, stb. Nem arról van szó, hogy ez nem jogos, még egyszer mondom. Vagy úgy mondja, a szabadsággal, bár az részben megjelent, hogy azért én lemondok, meg tüntetek, hogy még többet keresel a pedagógus vagy az egészségügyi dolgozó. De lehet, hogy én meg a rendvédelemnél dolgozok. Tehát ez meg a társadalmi szolidaritás. Ebből már vannak jelek, de azért ilyen tüntetése nagyon volt. Tehát magyarán az üdvös az lenne, tehát errefelé kellene menni a világnak. Ha csoportdinamikailag nézzük, azt készíti elő, és ez ágyaz meg annak, hogy bizonyos
autoritás szereplő struktúrákat és vezetőket rendelkezésre álló relatív eszközökkel középtávon esetleg, át lehet alakítani, vagy le lehet váltani. Hosszabb távon pedig a csoporttudatból és spirituálisan is összefüggések alapján lehet már más vezetőket kitermelni, mert azokat más tükröznek vissza. Nem az az igény. Ugye, ha belegondolunk, akkor itt van egy ördögi kör, azt mondjuk, hogy a háborúknak többféle oka van, de mondjuk az egyik például a pénzhatalmi nyersanyagok, és fogynak a nyersanyagok, és akiket kitermelünk, ők is szeretet és energiahiányban vannak, mint a népesség jó része. Tehát gerjed az a dolog, hogy akkor vegyünk el mástól, vagy a természettől, ha más nem, akkor fegyverrel. Tehát látjátok, hogy ez egy ördögi kör. Ezért van az, hogy vannak olyan hatalmi struktúrák, amik eleve az egész GDP-jük a hadiparra épül. Magyarán, hogyha nem gerjeszt háborút, akkor összeomlik a gazdasága. És itt világhatalmakról van szó. Eleve arra épül a jólét. De gondolja a gyarmattartás, a többi. Mindegy, ezt mindenki tudja, most nem akarok ezzel senkit untatni. És hát ebben van egy olyan verzió a következő években, hogy lehet kevésbé barátságos forgatókönyvek szerint, ez pedig túlélési szempontból is fontos lesz. Hogy közelebb kerülni ahhoz, ami egyszerű, ahogy a magyar mondja, hasonlatos, mint az egy. Ami természetes, vagyis a természet rendjéhez közel van, mert itt tulajdonképpen, most visszatérek az ideálisra, vagy mindig arról érdemes beszélni, itt három dolgot lehetne, és jó lenne összehozni kollektíven, az anyag, a forma, a túléléssel kapcsolatban. Ez egy ilyen hármasság. Hogy mi az, ami a végső valósághoz, a végső értékekhez, végső törvényekhez, vagy dharmikus értékekhez kapcsolódik. Egyáltalán mik ezek? Szeretett törvény, ahimsa, tehát amik, ezek minden rendszeren és időn téren fölülálló örökérvényű törvényszerűségek. És ezt hogy tudjuk valahogy lehozni az anyagba és fölismerni, és ide emelni az ősiből, a tradicionálisból, a régiből azokat, amik ehhez fölkapcsolódtak. Tehát nem mindent kell átvenni, ami régi, ami ősi, ami tradicionális, hanem ami ehhez fölkapcsolódott, ez a másik pont, ennek a szent hármasságnak, hogy így mondjam. A harmadik pont pedig mindezt ötvözni, aktualizálni és újra teremteni. Na de ez sok ember biztonsággal, és ezekkel a témákkal való rendezése, belső rendezése nélkül nem fog menni. Hanem az a törvényszerűség fog működni, hogy ugye a szükség nagy úr alapvetően. A szükség nagy úr. A szükség törvényt is bonthat, viszont attól a kinyomástól, akár külső kinyomás, az tud segíteni. Ezek a tehát tudatszintek különböző struktúrákat hoznak létre, és ha abban nincs tudatszint emelkedés, akkor csak azt tudja visszatükrözni, és azt tudja tanítani. Tehát egy bizonyos rezgésű, bizonyos alacsonyabb tudatszintű materiális szisztéma, amit létrehoztunk, ha abban nem lépünk szintet, akkor csak annak az összeomlása ad esélyt arra, hogy ebben történjen valami transformáció. Na ezt előzd meg a saját életedben, ne azért, mert félsz, meg akarsz menekülni, hanem eleve, akik itt vannak a Földön, és most fizikai testben vannak és tapasztalnak, biztos, hogy a saját karmádnak ez része, mert egyébként nem lennél itt, és nem lennél fizikai testben. És ne felejtsük el, hogy bármi történik a világban, azért felelünk, amit lehoztunk. A saját mintázatunk, a saját karmánk ikért, a saját utunkért, és a saját utunk mentén, ahogy mondtam, az archetipusokba belefogalmazódnak az életleckék és lehetőségeink, bármi történik a világban, akkor is azt kell csinálnunk. Egy vészhelyzetben is, meg egy békés átmenetben is. Tehát bármelyik variációban. És ide teszem azt is, hogy miben hiszel, hogy akkor most te csak a szellem, csak az anyaggal, csak a személyiséggel vagy azonos? Vagy nem? De ez olyan dolog, hogy pontosan ez a tudatszint, ami egy kivetített materializmus, lehasította, marginalizálta azokat, amik az életnek alapvető fontos kérdései.
Mondjuk azt, hogy a nyugati szisztémában megjelenik a halál kultúrája. Azért, mert nem néztünk szembe a halállal kollektíven. Holott a halál az élet része. Tehát, hogy te egyáltalán a halállal mennyire nézel szembe. Tehát gyakorlatilag ugye az ego halál, az ego változása például, az ego kis halálai, ez a személyiségváltozás, az ego kis halála. A transzcendens, az odaadottság a szeretetnek. A transzcendens szeretetnek, az egymás közötti önmagad felsőbb részének. És hát nyilvánvaló, hogy ezek fogják azt, tehát most akkor itt konkrétabb leszek, hogy ebből, ha megnézzük a tavaszt, mint egy erősödő ciklus kezdetet, majdnem biztos vagyok benne, ez persze nyilván már spekuláció a részemről, mert ugye mi a mintázatokat látjuk, pénz, gazdaság, gazdagság, biztonság, stabilitás, kényelem, minden, ami ide tartozik, itt ebbe erős jelek lesznek, és elindulnak dinamikák. Lehet, hogy egy-két dolog ebből erősebb jelzés is lesz az emberiség számára, de ez most kezdődik. Ez tudatszintől, tehát nem feltétlenül negatív, ez tudatszintől függ. Tehát, hogyha olyan szinten lévő tudat és érdekcsoportok vannak, akik hajlandók ezeket a dolgokat ezért lemondani, áldozatot hozni, komfortzónán túllépni, akkor ezek lemondás, önmeghaladás, önkéntes áldozathozatalból fakadó reformok tudnak lenni az anyagi szinten. Hát látjuk, hogy bizonyos dolgokat, ha a biztonságunkat fizikai, materiális részt nézzük, ha körbenézel a világban, áldozatok nélkül nagyon sok mindent, vagy a többséget már nem lehet átalakítani, mert az a struktúra, amit létrehoztunk, ebből a materialista motivációból ez a tükör. Nem véletlen, hogy sérülékeny a rendszer. Tehát minden, ami nem természetes, nem egyszerű, és nem a kozmikus rendhez kapcsolódik, az mind sérülékeny. Nézd meg, hogy hol van összerakva az emberi agy, az ott lévő szinapszisokban, benne van minden, ami az univerzumban benne van. Egy csodálatos dolog a modern technológia, de például, ha egy dolog nincs, elektromos áram, akkor úgy nagyjából semmi nincs. És még egy-két dologot mondhatok, hogy sebezhető a rendszer, mert ezek a rendszerek, amik pusztán erdégenített, a szellemi tudati természetét nem nézi a formának, az nem tud, értitek? Tehát nem tud magasabb rendűen működni. Erről beszéltem korábbi előadásokon is, hogy attól függően, hogy milyen a tudatszint, kollektív tudatszint, és átalakítjuk ezt a materializmust mássá, úgy találjuk meg azokat az energiahordozókat, amik már körforgásban vannak, amik más forrásból származnak. Ha mi is tudunk már megosztani belül és rákapcsolódni a szeretet energiához, akkor lehet, hogy már működnek a technológiák, működnek azok a szabad energiák, gravitáció, stb. Sőt, akár Steineri vagy egyéb más spirituális energiák, persze ettől még messze vagyunk. Mert először ez egy etikai és tudati változásnak kell megtörténnie, mert ha az nem történik meg, akkor vagy a technológia nem fog működni, vagy ha bizonyos értelemben működik, akkor garantáltan egymás és mások kizsákmányolására fogjuk használni, vagy szűk érdekcsoportok maguknak ezt kisajátítják, hogy másokat leraboljanak. Ahogy nagyjából ezek a struktúrák most is működnek, mert egy adott tudatszint azt tükrözi ki, ahol van. És akkor hát ugye erről még esik szó, vagy nyilván különböző fórumokon, és hogy erre figyeljétek a bejelzéseket, például már most tavasszal. És ebben ott tartottam, hogy az egyénél, a kollektív szinten is lehet, hogy ebben vannak üdvös reformok, akik elébe mennek. Hát meg lesznek kényszer dolgok, vagy kényszerjelek. És ez természetesen egyéni karmától, egyéni sorstól és tudatszintől függ. Tehát itt lehetnek akár anyagi, biztonsági szinten egyes embereknél, vagy közösségeknél hirtelen változnak feltételek. Ezek természeti feltételek is lehetnek. Mezőgazdaság, élelmiszer, ugye nagyon hálózatszerűen össze van kapcsolva ez a manipulált világ. Gazdasági, háborús okokból, nem azért, mert egyébként nem lenne, de még sincs élelmiszer, meg nem tárolják, meg lezárják, közben ég a természet is durulni fog. Mert, hogy mondjam, analógiásan van ez,
hogy miért pont most van éghajlatváltozás, ez az. Hát annak is több rétege van fizikailag is. Hát a Föld és a naprendszer mozgásából is fakad az éghajlatváltozás. Meg nyilvánvalóan nem egészséges az sem, amit az ember művel a természettel. Ezek interferálódnak. De miért pont most? Analógiásan ez az idő mintázat. Tehát itt nagyon sok minden interferálódhat, ami gyakorlatilag a következő években a jelei már itt lesznek, ami érintheti a pénzrendszert, a gazdaságot, az élelmiszert, a stabilitást. Jó, tehát, hogy, de ennek a rajzolatait szerintem látod már, mondjuk a világ színpadán. És hát nyilvánvalóan itt ugye azt mondtam, hogy sorsfordító év, és most itt elindítasz valamit, teremtesz, azért érdemes erre stratégiákat kidolgoznod az egyén életedben, meg a közösség, kisebb közösségek életében, meg a családodban, hogy ti mit szeretnétek fölépíteni. És itt ugye földi anyagi dolgokról van szó, amik olyan hamar nem változtathatóak. Hogyha döntesz valamit, hogy elköltözöl, vagy fölépítesz valamit, vagy helyet változtatsz, azt nem tudod hetenként változtatni. Vagy más energiára áttérsz, vagy a teljes vagyonodat beleteszed ebbe vagy abba. És itt szeretném mondani a fizikai síknál, hogy mindig a csontra, most ilyen időszak jön, hogy csontra az alap, a föld elem alapértékeit nézd meg. Mi kell az embernek? Valójában? Szeretet, életenergia, fizikai síkon, ugye a túlélés, ugye alapkészletések, alapszükségletek, evés, ivás, alvás, hajlék. Na erre gondolj. Most nem azt mondom, hogy rögtön most tavasszal, hanem a következő években. És ehhez kapcsolódóan mi az, amiket egyszerű, természetes? Vagy azok a dolgok, ami a te élethivatásodhoz, vagy konkrét hivatásodhoz tartoznak, mint materiális dolgok. Amivel tudod, hogy neked dolgod van. Tehát az egyszerű struktúrák felében most van, mert ez a földelemnek a forradalma, és a földelemnek a forradalma az is most ez, amiről itt beszélünk, hogy te holisztikusan egységbe lásd át az anyagot és a földelemet. És akkor itt a vége felé, ja, nézem az időt, mennyi időnk van még, itt szeretném beékelni hazánkat. Mert ugye ezeket az éves horoszkópokat ugye országokra lehet nézni, meg analógiásan is, meg ugye országra is lehet nézni, tehát Budapesttől kezdve bármilyen országra felállíthat az horoszkópot ez ügyben. Mutatja az aktuális horoszkóp is azt a helyzetbehozásunkat, ami megint egy tágabb nézőpontból holisztikusan belátható, az ország, mondjuk így inkább azt mondom, hogy a nemzet szellemiségéből, karmájából és archetipusából. Most már a harmadik olyan időkapu van, amikor mi helyzetbe vagyunk hozva. Egyrészt ugye nyelvében, gondolkodásában, kultúrájában, ahogy gondolkodik egy nyelv, él a nemzet. És ez nem, amikről beszélek, ezek nem alá meg fölé rendelt dolgok, nem minden nemzetnek van karmája, sorsa, archetipusa, feladata, és kicsit a világ olyan, mint egy forgószínpad, hogy most ki az, akinek most több dolga van, ebből a szempontból ezt hozzáad, másik nemzetnek már abból a szempontból. Mi eleve a főpapnő archetípusához tartozunk, tehát tényleg van egy szellemi feladatunk. Pontosabban nem az, hogy szellemi, az anyag és a szellem összekötése, és sokszor mondom azt, hogy a főpap ugye Pontifex hídverő az anyagot és a szellemet köti össze, és mi itt vagyunk kelet és nyugat találkozásánál. És ugye a nyugat a materiát építette föl, a kelet, most a keleti bölcseletről beszélek, és a távol keletről, az pedig ugye befelé indult el. És most egy ilyen ötvözetre van szükség a világban. Plusz a szellemi történetünkben is egy olyan ponthoz érkeztünk, ahol szükség van erre az archetipusra most a világban, például, és egyébként most Közép-Európának is helyzetben van hozva. És mi itt vagyunk, hát tulajdonképpen Közép- vagy Közép-Kelet-Európa közepén, ugye a Kárpát-medencében. Csak hogy ez megint az olyan helyzet, mint amit az egyénnél látunk, hogy ahhoz, hogy ugye az életleckéink bele vannak fogalmazva a archetipikus szerepeinkbe, akkor tudunk az archetipikus szerepünkbe beállni, hogyha személyiségben erre beértünk. És nekünk vannak néplélektani problémáink. Identitás. És most az identitás évéről beszélünk. Tudjuk, hogy identitás probléma.
És itt most az identitásuk helyretevésében, mint közösségi identitás fontos szerepe lesz bizonyos dolgok elengedésének, elgyászolásának és integrálásának. Közös nemzeti veszteségek. Ha nem, akkor esetleg ez fizikai síkon történik meg, vagyis elindulnak olyan politikai dinamikák, mert a világpolitika színpadán most azért jobban el fog indulni a határok átrajzolása meg területek szerzése. Tehát későbbi dinamikában, nem most, későbbi dinamikában lehet, hogy azért egy-két hatalom nekünk is felajánl egy-két területet, maradjunk ennyiben. De innen már volt. Emlékszünk a történelemre. Meg az is volt, hogy elcsatoltak. Most csak egy példa, most egy dinamikait, nem most ebbe az évbe, hanem csak mi a rajzolat. Tehát itt valamit, tehát itt nemzeti karmában bizonyos dolgokat most helyre kell tenni, és néplélektani, közösségi személyiség szinten elengedni, elgyászolni, integrálni, mert akkor nehezebben tudunk belállni ebbe a szellemi feladatba. És ebbe a szellemi feladatba, ami a magyar szellemből következik, most szükség van a világnak, tehát egy tükröt tarthat, pont a magyar szellem, most nem Magyarországon, nem a jelenleg épp aktuális magyar vezetésről beszélek, most a magyar szellemről beszélek, tükröt tarthat, már aki eljut idáig, tükröt tarthat olyan struktúráknak, vagy akár segíthet is, akik most azzal vajudnak, hogy fölépítettek egy nagyon ateista rendszert. És nekik maguknak is át kell alakítani. Nem valami ellenében, hanem azt együtt csináljuk meg más nemzetekkel. Tehát egész földnek át kéne alakulni ebbe az irányba. De ez most nagyon helyzetben vagyunk hozva, és nagyon gyógyítani kellene magunkat, vagy erre lehetőségünk van. Mi pedig a identitás gyógyításba nézhetünk bizonyos nemzetek tükrébe, akik meg arra taníthatnak bennünket. Tehát minkünk is van egy tükörtartás, nekünk pedig az identitásunk gyógyításában bizonyos nemzetek tükröt tarthatnak. És, hogyha ezt lehozzuk a fizikaiba, itt ugye egy analógiás összefogás nagyobb értékek alapján ez egy óriási dolog lenne, mert pont az identitás zavarból fakad az nálunk, hogy a magyar az széthúz. És megosztható. Tehát mi tükrözzük ki azt a játszmát, mert nagyon régen látjuk, hogy milyen játszma van a magyarsággal. A különböző hatalmak még inkább meg akarják osztani. Mert akkor ki lehet zsákmányolni, de ezt máshol is csinálják, különböző hatalmi struktúrák, tehát ez egy általános recept, ugye a különböző hatalmi, pénzhatalmi struktúráknak, de mi ezzel kínáljuk is magunkat. Fel is kínáljuk magunkat erre az áldozat szerepre. Tehát egy... Értitek, hogy az egyén identitással hogy függ össze? Hogyha minél több magyar ember beáll az identitásába, az identitás évébe, akkor ezzel közelebb kerülhetünk, hogy túllátnak emberek, hogy most oké, hogy más vagy, de egy magasabb érték, vagy egy magasabb analógia alapján mégiscsak össze tudunk fogni. És egyébként akármilyen átalakulásról van szó, akár Magyarországon, akár máshol, akár háborúról, vagy bármiről. Akkor mindig el szoktam mondani a videókban, hogy azok, akik azon a tudatszinten vannak, szellemi eszközökkel, szubstilisen, egy időben való meditáció, egy időben való pozitív imagináció, egy időben vagy egy térben lévő ima, vagy bármelyik egy térben, óriási ereje van. És a jelszavam évek óta az, hogy mi többen vagyunk, a nép, az Isten adta nép, és már itt március van, és most nem csak Magyarországról beszélek, hogyha érettebb emberek összefognak értékalapon, netán szeretet alapon, szolidaritásból, embertestvériségből, és ebbe beleférhetnek rövidebb távon, bizonyos dolgokat lehet, hogy így lehet megoldani, Gandhi-féle mozgalmak, polgári engedetlenség, flashmobok, demonstrációk, valamit tömegek nem fogyasztanak, nem csinálnak, nem vesztek részt, nem hajlandóak, akkor le lehet állítani folyamatokat még rövid távon is. Nem beszélve arról, most nem csak Magyarországról beszélek, hanem most bárhol, bármilyen közösségben, nem beszélve arról, hogy megint itt van, ami szellemi síkon is igaz, és csoportdinamikailag is az a kritikus tömeg, csak ez egy olyan kritikus tömeg kell, hogy például valaki, minél több ember a saját életében holisztikusabban átlátja azt, hogy neki mi a dolga és merre tart, akkor van esélye arra, hogy egy közösségben is megérzi, átlátja analógiásan, intuitívan, hogy ez a közösség merre tart. Mert egyébként ki vagyunk szolgáltatva, ki leszünk a különböző manipulációknak, sa. Itt például fölhívnám a figyelmet arra, hogy
mivel itt egy olyan időkapu van Magyarország, hogyha ez a szellemiségéhez fölkapcsolódik, identitását jobban, legalábbis lépést teszünk az identitás gyógyítás felé, akkor akár még választhatunk egy harmadik példaadó utat is. Akár még fizikálisan is a jövőben. Tehát például ugye én, amikor mondtam, hogy 2000-es évek eleje óta adok elő ilyen mundán dolgokról, akkor mikor elkezdtem előadni, azt mondtam, hogy egy potenciális harmadik világháború esetén Magyarország a nyugati pénzhatalom oldalán fog belépni. Nézzetek körül, hogy milyen frontvonalak rajzolódnak pillanatnyilag. És erre eszembe jut, hogy amikor én érettségiztem, nagyjából akkor Müller Péter író, spirituális író azt írta és azt mondta, hogy milyen jó, az egyik ateista rendszer a kommunizmus süllyedő hajójáról gyorsan átkötöttük magunkat, a másik ateista rendszer a globál kapitalizmus süllyedő hajójához. És hát látjuk, hogy ez a struktúra most átalakulóban van, dinamikusan, és hogyha ez nem változik, ne legyenek illúzióink, hogy a történelem ismétli magát, vagyis hogy ez az ateista nyugati szisztéma, ami oldalán, ha belépünk egy háborúba, oda fognak bennünket dobni, ahogy eddig is, a darálóba. Adott esetben, nyilván nem most, meg ne is legyen így. És itt asztrológiailag visszatérek ide, hogy ilyen jellegű, ha megnézzük a Budapestre felállított horoszkópot, ilyen jellegű konkrét veszélyt én nem látok. Sőt, ahogy a videóimban elmondom, én konkrét világháborús veszélyt sem látok. A februári videóban elmondtam, hogy annál inkább fenyegetést. Ha néztétek az előző prognózist, vagy azt mondtam, hogy itt nagyon elindul a háborús fenyegetés. Igen, csak itt pont ezekben a fizikai döntésekben, amit az én életetekben mondtam, pont tartottam egy ilyen elég bizalmas jövőre való fölkészítést a tanítványaimnak a múltkor, 2010-ben is, asztrológia csoportban, hogy azt mondtam, hogy így úgy vezess, mint úgy haladj, mint hogy vezetsz a ködben, hogy a következő kanyart örülsz, ha látod, viszont ott nagyon legyél jelen. És akkor majd úgy arra szólsz. Tehát meg kell nézni, és ha minél több ember, akár egy elfigyelő rendszer segítsége vagy anélkül látja, hogy egy adott időminőségnek mi a feladata, lehetősége, és mi annak a magasztosabb megoldás, akkor már látod, hogy milyen, hogy reagál rá az emberiség, az adott közösség, ahogy élsz, és akkor már bejósolható, hogy mire készülj. Értitek? Mert ha az alacsony szinten éli meg, az első kanyart alacsony szinten éli meg a közösség, akkor a fizikai dolgok is nehezebbre fordulhatnak. Például a háború ügyében, többször elmondtam, 29 és 34 közötti időszak már kritikus. De hát nyilvánvaló, most, hogy mondjam, itt megint a felnőtt gondolkodás mi? Mert ugye a magyar nyelvnek van egy teremtő ereje. Tehát egyik oldalon, most én beszélek ilyenekről, de ezt ne teremtsük meg a csoporttudatban. De mégis kimondom. Azért, mert föl kell nőni. Tehát látni kell, hogy mi van, és mindig a prognózisokat is úgy csinálom, hogy az ideális megoldásról beszélek, és a belső megoldásról beszélek, mert akkor nem hozzuk létre. De a felnőttség az, aki szembenéz azzal is, hogy a reális világban éppen milyen rajzolatok vannak, és ezeket a feladatokat nem oldjuk meg, akkor mi felé mennek, de folyamatosan ott van a fókusza azon, hogy valójában a tudati természetben, önismereti személyiség szinten mi ezzel a dolgunk. És akkor a legvégén pedig annyit szeretnék mondani, hogy visszautalok egyrészt a naptár évről szóló előadásomra, meg a januári prognózisomra, ahol nagyon sokat beszéltem erről. Ezt, aki nem volt, vagy érdekli, nézze meg, mert ezek napirenden lesznek évközben. Tehát újra napirenden lesz az, hogy még erősebben át kell alakítani a fizikai struktúránkat, és még erősebben szembe kell nézni az árnyékainkkal, és ebből lesz egy utolsó felvonása tulajdonképpen nagyjából szeptember 1 és november 20 között. És ennek mentén tud megszületni az, hogy minél több ember úgy, hogy beáll az identitásába, nagyobb szabadságfokot él meg. És létrejöhetnek
sokkal inkább belső szabadságból hozott döntések ebbe az irányba, amivel kezdtem az előadást, és belső szabadságból érték alapon lévő összefogások, nem félelemből, nem valami ellen, hanem valamiért, vagy párhuzamosan fölépítve valamit, vagy élenjáróan fölépítve egy struktúrát. Tehát erre érdemes koncentrálni, mert hogy utána, november 20 után pedig bejön ez az egész dolog, hogy mennyire vagyunk érettek, hogy a szabadságunkhoz fölnőjünk, és összefogjunk, és az emberbarátságot, az embertestvériséget mennyire tudjuk működtetni. Akár kényszer összefogások árán, de ne annyira kényszer összefogások árán, egy komoly időszak indul el ebből. És ugyancsak az évközben itt lesz, ami még inkább teressé teszi ezt a bizonyos dolgot, amiről szintén beszéltem a decemberi előadáson, hogy konkrétabban tágítsuk addig a tudatosságunkat és a szemléletünket, hogy hogy működnek a világtörvények, amit mutat a természet, mutat a spiritualitás, és hogy mi az, ami elszennyezi ezt a saját rendszerünkben, mi az, ami megakadályoz ebben, és lehet, igen, találunk kognitív torzításokat, személyiségzavarokat, most nem akarok címkézni ezt-azt, és a viszonyulást is ehhez, de erről nagyon sokat beszéltem a külvilágban, és a manipuláció, a pletyka, az információs manipuláció, cenzúra, stb. Fizikai síkon jobb, hogy a távol tartjuk magunkat, a mentális környezetszennyezés, és nem a habzsolás az információknak, hanem kevesebből többet. És sokkal inkább leásni odáig, amiről beszéltünk, az identitások gyökereig, ahol megtaláljuk az érzelmi igényeinket is, mert lesz egy ilyen, hogy mik vezérlik az érzelmeinket, de ezt most nem nyitom meg ezt a teret, mert sokat beszéltem el a decemberi előadáson. És most itt húsvét előtt vagyunk, és terveink szerint húsvét előtt a nézők, hallgatók elé is kikerül ez a felvétel. Különösen erős lesz emiatt most a húsvét misztérium. Tehát bármit is jelent neked a húsvét, de különösen ha azt jelenti, aminek a misztériuma, akkor ezt éld meg mélyen. Van itt egy párhuzam, most hirtelen azt mondom, hogy Buddha azt mondja, hogy van szenvedés és van felszabadulás. Krisztus példázza, hogy fölveszi a keresztet, és van örömhír, van felszabadulás. A keresztünk és a keresztút az, hogy megjelensz a személyiségbe és megjelensz az anyagba. És hogy te azzal azonosítod magad, vagy nem. Ott van aztán a feltámadásnak a misztérium. És ez most nagyon aktuális lesz. Ez egy ilyen előképe valaminek, és hát, amikről beszéltem, és hogy igazándiból nem véletlen van ilyenkor a böjt. Elvetni a húst, az önmagában az anyagot, mert ha nem, vagy nem transzcendálunk, akkor lehet, hogy elvétjük a következő lépést. És beesünk a kísértésbe, mert tartózkodunk a nagy megértéstől. Mert csak kis értésben vagyunk. És a kis értésből, a materialista, racionális, csökött agyú elméből kell fölmenni, hogy ne essünk kísértésbe, és pár kísértésbe estünk. A dolgokat átlátó, intuitív, ugye az analógiás gondolkodás mögött már ott van az intuitív látásmód. És így az előadás legvégén még szeretnék néhány praktikus információt átadni. Egyrészt, ahogy az elején elmondtam, be van linkelve az a videó, ami az éves naptári évről szóló előadásom, ahol részletesebben beszélek még olyan témákról, amik érvényesek egészen 2025. márciusig, valamint beszélek erről a januári videómban is, ezt is belinkeltük, akit érdekel, érdemes ezt megnézni, meghallgatni akár még egyszer, és természetesen az aktuális prognózisom is, ami április 13-áig érvényes, megtekinthető a YouTube csatornámon, ezt is belinkeltük, amelyben szokás szerint mindig napi-heti bontásban beszélek, hogy így mondjam, az időminőségről. És az előadás során említettem azt is, hogy az önismeretünkbe, sorsismeretünkbe, szellemi fejlődésünkbe való figyelmi és akár anyagi befektetés is mennyire fontos.
valamint azt is, hogy ha tágítjuk az analógiás gondolkodásunkat, a tudatosságunkat, akkor sokkal inkább el tudunk igazodni a világban, és hozzá tudunk járulni egy üdvös folyamathoz. A jelfigyelő rendszerek is, ilyen az asztrológia ebben segít, és én nagyon ritkán szoktam asztrológia kurzust, iskolát indítani, amelyeknek a célja nem csak az asztrológia elsajátítása, vagy nem csak és elsősorban, hanem ön sors és világismeret, saját magad megismerése az asztrológia által, illetve egy világnyelv megtanulása, egy tudattágítás, egy analógiás gondolkodás elsajátítása. És most 3 év után újra indul iskolám, 2024. szeptember végétől, október elejétől. Már lehet jelentkezni a honlapomon, a kisjozsefzsoltblog.hu-n, ez egyébként mindig itt van a videóim végefő címében. Ott van egy bővebb tájékoztató arról, hogy hogyan lehet, miként lehet jelentkezni, és mi várható. Úgyhogy, ha valakit ez érdekel, szeretettel várok oda is mindenkit. Kérlek benneteket, hogy figyeljetek befelé egy picit a végén. Egy kis légzésfigyelés. Tudatosítsd a testedet, tudatosítsd a légzésedet. Itt és most. Figyeld meg, hogy mi mozdult meg benned. Ha úgy érzed, hogy ott van az energia, figyelj a szívtérre, a szívközpontra. Ha úgy érzed, hogy a fejedben mozdult meg valami, akkor vidd a figyelmedet a szemöldök központba, a két szem közötti központba. És nézd meg, hogy amikor felvetettem az első kérdést, hogy vagy ezzel az időminőséggel, meg hogy hat rád, akkor most mik jöttek neked? Mivel van dolgod? Hova érkeztél? És ti, akik itt vagytok most, és részt vesztek majd a tóparton, a szertartáson, ez fontos majd, hogy vigyétek magatokkal ezt a belső állapotot, lesz közben majd egy szünet, de amit följött. És tényleg, hogyha valaki már ebben menetel, vagy itt fölbukkant valami, akkor az önismeretében, a spirituális gyakorlatában ezt vigye bele, vagy kérjen segítség. És lassan, fokozatosan tekints kifelé. És valahogy úgy érzem, hogy ide illik egy pár beszéd. Unalmas élet, a szivar se ízlik. Én csak csodákat látok, mint a sír. Az aranyam se igen boldogít már, a hulló levél mély szép ívben hintál. Az asszonyok mind egyformán szeretnek. Örök varázsaint a szép szemeknek. Egy nagy falu ez a világ, utálom. A szobámba új egekbe visz az álom. Hogy csak a halál bánt, meghalni nem jó. Az égben pille lesz a földi hernyó. Te nem is éltél, csak rímeket kerestél. Nincs senkinek sem szebb élete ennél. Integráljuk ezt a kettősséget bennünk. Ezt kívánom a Nábob és a költő című verssel Juhász Gyula. Föl lehet ismerni, hogy hol van bennünk, keresd meg a Nábobot és a költőt. Emeljük föl az elfogadó, az intuitív részünket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és váljon önébredésetekre mindaz, és a szertartás is, és ti, akik készültök a szertartásra, itt maradtok majd, mindjárt, ha elköszönök, még egy néhány szót mondok. Köszönöm szépen a figyelmet a nézőknek, hallgatóknak, és nektek is, hogy így együtt voltunk. A meghívást, a lehetőséget fölfelé, és ennek a közösségnek. Köszönöm.